Szevasztok, skacok, köszöntök mindenkit egy újabb Last Day in the Survival-ben. Képzeljétek el, a mai videóban kisorsolásra kerül az 3 darab Eldor kulcstartó, amit ugye elkezdtünk csinálni a nyereményjáték, úgyhogy maradjatok itt! De viszont mielőtt kisorsoljuk ezt a 3 darab kulcstartót, hát előtte van egy kis dolgunk az Alpha Bunker Heart Protocol 3. szintjén, úgyhogy én jó szórakozást kívánok a videóhoz, és akkor a végén kisorsoljuk a kulcstartókat. Jöjjön az intro, skacok! Játékról szólnak a hírek, android, nálam ez így megy, tesó, nem vagyok zombi. Csak bemutatom azt, hogy hogy kell. Bemutatok minden játékot, hogy nekem hogy megy. Na szóval, ugye mint említettem, ki lesz sorsolva a kulcstartó, de előtte még a Heart Protocolban egy picit eljátszunk a Blind One-nal, illetve kedves barátaival, úgyhogy csapjunk is bele szerintem. Mi a helyzet, srácok? Hogy vagytok? Remélem tetszett nektek ez a nyereményjáték, és én bízom benne, hogy minél gyorsabban indíthatunk egy újat. Írjátok le, hogy mit szeretnétek, talán egy Eldoe pollót, talán egy Eldoe bögrét, bármit, srácok, amilyet szerettek a Last Day on Earth-el kapcsolatban, vagy pedig bármilyen más témában, tényleg írjátok le a véleményeteket, én kapható vagyok mindenre, na jó, azért nem mindenre, ne perverszkedjünk, de nyereményjátékokra vevő vagyok én is, kacok, hiszen megérdemlitek, mert nagyon gyorsan nő a csatorna, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, ezért szeretnélek titeket minél gyorsabban ismételten meginvitálni a nyereményjátékra, ahol ti mondhatjátok meg, hogy mi legyen a nyeremény, hát nyilván ne 100.000 forintos dolgot kérjetek, már még a kenyérből se eszem eleget, de, de egy ilyen apróságukban benne vagyok bármikor, kacok. Na szóval, induljunk is az Alpha Bunker Heart Protocol 3-as szintje felé, és gyilkoljuk le a Blind One-t, ugyanis szükségem lenne 10 darab piros jegyre, hogy ki tudjam nyitni a fekete ládát, és reménykedek, hogy C4 lesz benne, srácok, hiszen, hogyha C4 lesz benne, akkor tudunk raidelni is, de most hülyeséget csináltam, mert feljöttem ide. Na szóval, bum, bele, bum, srácok, hülyeséget csináltam, mert a ruhát nem hoztam el, amire szükségem lesz nagy valószínűséggel. Úgyhogy most már akkor tényleg csapjunk bele és gyilkoljuk le a zombinyó csokoládékat. És kedves haverjukat, a Blind One-t. Na, let's go! Mennyi HP-juk van ezeknek, te jó Isten, hát én se hiszem el, bazd meg. Na de mindegy, menjünk is tovább, ugyanis itt lesznek még ilyen jóságos zombinyók, úgyhogy ezeket lekapkodjuk gyorsan. Ugye, mint például ez az Exploder, akiket én különösebben nem nagyon csípek. Elég sok fegyverre járnak ezek a zombik a Heart Protocolban, de hát mindegy, nézzük. Jönnek rám ezerrel. Hopp! Pá, és ugye ha itt van, ott van a HP-ja, akkor szétrobban és ilyen parazitákat dob ki magából, akiket szintén csak ki kell nyírnunk, és a karakterem szintén természetesen szomjas, mert miért ne? Mert ő megteheti el, tehát ő megteheti, hogy szomjas lesz, akkor ittam, amikor elindultam az Alpha Bunkerbe, de hát látjátok, hogy ez van, nem tudok nekem mit csinálni, srácok, ez mindig éhez, szomjas, minden baja van. Hát van itt egy csöröcske, amit hát egyet benyomunk, és már is pisilnie kell, hát én nem tudom, azért én ha megiszok egy sört, nem megyek rögtön pisilni, maximum egy láda sör után, érted? Kimegyek a WC-re, de nem egy sör után, ne hülyéskedjünk már azért. Na de mindegy, így feltoljuk egy picikét a szintet, hát még akkor ígyunk szerintem egy keveset, így nem, ezt elvisszük, ezt ide bedobjuk, mert arra nagyon-nagyon, és megint gyerekek, két sör után ez a csávó hulla részeg, illetve prostata gondjai vannak szerintem, vagy nem tudom, de gyanús. Az biztos, hogy gyanúsan viselkedik az űrge. Semmi gond, bürösek vagyunk, nem foglalkozunk úgy nagyon-nagyon vele. Ugyanis már nem sok zombi választ el minket a célunktól. Hoppá, nice. Ennyik vagytok. Torok. És így néz szépen. Oké, zsoké, nagyon jó. Remélem, hogy ezek itt nem vesznek engem észre, mert én rögtön a Blind One-hoz igyekeznék legszörösebben. Na szóval, meg is vagyunk. Úgyhogy én a shotgun-t azt most szépen ide be is rakom, illetve ruhát váltunk.
hogy kevesebb HP-t tudjon rólunk lemarkolni ez a zombi. Mert ugye ő szeret kapkodni itt utánunk. Oké, zsoké, hát így teljesen rendben leszünk. Még ezeket így megeszem a biztonság kedvéért, hogy full HP legyünk. Még egy fontos dolog, srácok, a frissítések kijött, hogyha esetleg valaki nem tudja, akkor most már az ajtó becsukódik, ahogy belépsz. Ez azért volt jó, mert nagyon bugos volt ez a szint, vagy ez a rész, és sokszor újra töltötte a HP-ját a Blind One. Na de mindegy, nézzük és gyilkoljuk meg. Gyere! Két lövést is elrontottam. Nice. Elég jók vagyunk. Okidoki. Mindjárt kajálni fog. Menjünk közelebb. És... Haha, nem esz előcsém, amíg Richie Dark van a házban, hallod? Zabálod itt a zombikat, vagy nem tudom mik azok. Eléggé jól haladunk, én azt gondolom, skacok. Nem nehéz ezt kinyírni igazából. Oké, sok... és éppen meg tudtam nyomni azt a gombot. Ha egy centivel rövidebb a karom, akkor záróra van, srácok. Akkor nem tudom megnyomni. Uha! Megint elrontottam egy lövést, az már három lövés. Mi nekünk nem jó. És megint nem hiszem el. Folyamatosan rontom el a lövéseket, csak ez így nem lesz jó. Jézus! Oké, ide állok inkább, bazzeg. Pusholsz, a beteg az fekszik. A beteg az fekszik, tehát nem kötekedünk itt velem, haver. Mit képzelsz te magadról? Hát mit megengedsz magadnak, mi? Mit meg nem engedsz magadnak? És akkor ilyenkor nyílik ki az ajtó, srácok, amikor végeztetek vele, úgyhogy erre figyeljetek majd azért oda, jó? Oké, zsoké. Ha már itt voltak, úgy gondoltam, hogy akkor ezeket öljük meg. Ráncok, feltöltöm a HP-mat és már mehetünk is nyitni a ládikót. Meglátjuk, hogy mit rejt. Bízom benne, skacok, hogy lesz benne egy C4. Egy C4-re van szüksége nagyon, hogy tudjak raidálni, ugyanis a raiderek ezt kérik tőlem. Viszont már nincsen aranyom, hogy el tudjam skippelni. Úgyhogy nem az, hogy bízzatok, hanem szurkoljatok nekem, hogy legyen benne egy C4, mert tényleg nagyon-nagyon nagy szükségem lenne rá. Hiszen akkor lehetne raid videó, amit én nagyon szeretnék, hiszen tudjátok, hogy raidálni imádok. Ti is imádjátok a raid videókat, úgyhogy minden klappolna, minden jó lenne. És akkor nálam van a 30 darab jegy, de előtte azért adjuk oda ezeket a cuccokat a katonának. Ugye itt lehet floppit is szerezni, és én úgy tudom, hogy nem olyan sok kell. Hát félig van majdnem. Még kell cucc, de hát lehet, hogy meg lesz majd a floppy ebben a hard protokollban a videón kívül, ugyanis tolni fogom mindenféleképpen.
És akkor 3, 2, 1, legyen benne C4, legyen benne C4, legyen benne C4, és bazd meg, nincsen benne C4, fuck. Megint ott a gáztank, Mora, ne hülyeskedjetek már velem. Élőadásban 2-t nyitottunk, nem tudom, hogy ki emlékszik, meg ki nem. Élőadásban egyszerre 2-t nyitottam. Na! Kacok, én azt mondom nektek, hogy jöjjön az a nyereményjáték, nézzük, hogy ki nyerte a kulcstartókat. Nos, kacok, itt is vagyunk a Gleam.io oldalán, és ugye láthatjátok, hogy 81 szavazat jött, hát vagy 81 jelentkezés jött a nyereményjátékra. Én ezt nem tartom soknak 7000 feliratkozóból, de vége van, és akkor nézzük meg azt a három nyertest, ugye három nyertes lehetett az Eldoja kulcstartókra, úgyhogy nézzük meg a winnereket, let's go! Nézzük, dolgozza felfele! Robi! 0108. Így van, lájkold az oldalt, azzal nevezett. Igen. Hajdúdorog, Hungary. Illetve Kaki Vokcs. Kaki Vokcső lenne, gondolom. Feliratkozott a csatornára. Ő is nyert egy kulcstartót. Illetve Vickó Gábor is nyert egy kulcstartót. Nekik fogok e-mailt küldeni. De, hogyha véletlenül nem jó ez az e-mail, akkor mindenféleképpen ide YouTube-ra kommenteljetek egy e-mail címet, hogy valamit, hogy hol tudlak titeket elérni, hol tudom veletek felvenni a kapcsolatot, hogy elküldjem nektek ezt a kulcstartót. Aki nem nyert, az ne csüggedjen, srácok, hiszen mondtam, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek nyereményjátékképpen, és én csinálok egy nyereményjátékot, úgyhogy én gratulálok a nyerteseknek. Tényleg minél gyorsabban vegyétek fel velem a kapcsolatot. És hogyha tetszett nektek az a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Lájkoljátok ezt a videót. Esetleg ha segíteni szeretnétek, akkor osszátok meg. Remélem, hogy találkozunk legközelebb is, túlélők. Szevasztok! Feliratkozhatnátok, ha tetszett, nyomjatok lájkot, szóljatok hozzá bátran, Ricsi Dark voltam a házban.